Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem. Ebben a videóban 5 érdekességet tudhattok meg Lenyről. Mostantól a cicák mindenhová elkísérhetnek. Látogass el a webshopba és válogass kedvedre. A linket megtalálod a leírásban. Vlagyimir Iljics Ujjanov 1870. április 10-én született a Volgaparti Szimbirsk városában. Apja matematikát és fizikát tanított, és kitartó munkával előbb tanfelügyelő, majd iskolaigazgató lett. E kinevezéssel örökletes nemesi cím is járt. Az apa gyermekeivel szigorú volt, érzelmeit nem nagyon mutatta ki. Vlagyimir anyja visszafogott, művelt, több nyelven beszélő asszony volt, akinek a felmenői között németek, svédek és zsidók is megtalálhatók voltak. Vlagyimir volt a második fiúgyermek a családban, akit születése után nem sokkal orosz ortodox szertartás szerint megkereszteltek. A kisfiú jó eszű és szorgalmas gyerek volt, aki szeretett tanulni és falta a könyveket. Általános és középiskoláit könnyűszerrel végezte el. Jellemében akkor következett be gyökeres változás, amikor apja, Vlagyimir 16 éves korában meghalt. Egy évvel később pedig bátyját, Alexandrt, a cár elleni összeesküvés vágyával elfogták és kivégezték. Vlagyimir innentől kezdve egyre agresszívebb és szemtelenebb lett, amit anyja és lánytestvérei úgy próbáltak kezelni, hogy mindenben a kedvét keresték, kiszolgálták és támogatták. Vlagyimir a kazanyi jogi karon tanult tovább, azonban 4 hónappal később kicsapták, mert belekeveredett egy diáktüntetésbe. Jogi tanulmányait magánúton folytatta tovább, és 1891-ben sikeres ügyvédi vizsgát tett. Szamarába költözött, ahol rövid ideig ügyvédként praktizált. Itt ismerte meg Marx műveit, valamint forradalmi szocialista csoportokkal is kapcsolatba került. Ezek hatására úgy döntött, hivatásos forradalmár lesz. 1893-ban Szentpétervárra költözött. Minden idejét a kommunizmus tanulmányozására fordította, felvette a kapcsolatot a helyi forradalmi és marxista szervezetekkel is, ahol vitaköröket, beszélgetéseket szerveztek. Az egyik ilyen vitakörben ismerkedett meg Nadezhda Krupszkájával, akit lenyűgözött a férfi kiemelkedő szónoki képessége. Lenin célja elsősorban az oroszországi szociáldemokrata párt létrehozása volt saját újsággal. Olyan lelkesen szervezte mindezt, hogy 1895. december 7-én letartóztatták, majd Szibériába száműzték. A szintén száműzetésben lévő Nadezhdával itt házasodtak össze. A száműzetés 17 évnyi emigráció követte. A házas pár először Svájcban, majd Bécsben, Párizsban, Londonban és Münchenben is eltöltött pár évet. Anyja nyugdíjából támogatta fiát, és ő is keresett némi pénzt írásaival, amiket 1901-től Lenin néven publikált. A név valószínűleg a Léna folyóhoz köthető, de pontos eredetét nem ismerjük. Az oroszországi szocialista munkáspártban forradalmi eszméivel és írásaival nagy tiszteletet vívott ki magának. 1917-ben hazatért Németországból, és a bolsevikok élére állva átvették a hatalmat az ideiglenes kormánytól. Lenin az első szovjet kormány elnöke lett. Hamarosan felszámolták a pártokat, akik nem értettek teljesen egyet velük. Akik ne talán tüntetést szerveztek, vagy ellenzéki pártot akartak alapítani, azokat a rendőrséggel elfogadták, börtönbe vetették, megverték és kínozták, majd innen munkatáborba küldték, vagy kivégezték. A már létező munkatáborrendszert Lenin továbbfejlesztette, és számukat alig 2 év alatt 21-ről 122-re emelte. Lenin a párt és az 1922-ben megalakult Szovjetunió megkérdőjelezhetetlen vezetője maradt 1924-ben bekövetkezett haláláig. Lenin és felesége Nadezhda között inkább kölcsönös szeretet és tisztelet volt, mint nagy érzelmek és szenvedély. Összekötötte őket a közös értékrend és az elkötelezettség a forradalom iránt. Nadezhda művelt volt, tanítónőnek készült, de felsőfokú tanulmányait nem fejezte be. Átlagos külsejű, világos hajú, egyszerűen öltözködő nő volt, aki pajzsmirigy túlműködésben szenvedett. Emiatt a házaspárnak nem születhetett gyermeke. Nadezhda hűségesen kiszolgálta férjét, gondoskodott róla és ellátta, gépelte az iratait, hogy nyugodtan dolgozhasson.
Lenin ezt a hűséget és gondoskodást nagyra értékelte, és mindig szeretettel, tisztelettel bánt az asszonnyal. Lenin egy párizsi kávéházi összejövetelen ismerte meg Inessa Armandot, aki nyughatatlan, szenvedélyes természetével azonnal leveszi a lábáról. Viszony alakul ki közöttük, amiről Inessa férje és Nagy Esda is tudomást szerez. Mindketten elfogadják házastársuk szeretőjét, sőt, Nagy Esda azt is felajánlja, hogy elhagyja Lenint, aki erről azonban hallani sem akar. A két nő hamarosan megismerkedik egymással, és legjobb barátnők lesznek. Így hárman először Svájcban, majd Németországban telepednek le, és innen indulnak a forradalom hírére 1917-ben Oroszországba. A hatalom átvétel után nádja az oktatásban vállal fontos szerepet az írástudatlanság felszámolásáért, mivel 85% volt az analfabéták aránya ekkor az országban. Inessa a parasztügyekért volt felelős 1920-ban bekövetkezett haláláig. A bolsevikok és Lenin támogatottsága főleg a kezdeti időkben nem volt mindig egyöntetű az országban. Többen is megpróbálták az újdonsült vezetőt eltenni láb alól. Közvetlenül a hatalom átvétel után 1918. januárjában a vonatot támadják meg, amin utazott, márciusban pedig autójában rabló banditák áldozata lett. Ezeket a kísérleteket még épp bőrrel megúszta. Nem volt ilyen szerencsés azonban legközelebb. 1918. augusztus 30-án Moszkvában Lenin éppen egy gyárlátogatásról tartott autója felé, amikor hirtelen lövések dördültek el. Fanny Kaplan, 28 éves nő, pár méter távolságból háromszor lőtt rá Leninre, aki életveszélyesen megsebesült. Azonnal a Kremlben lévő lakására vitték, ahová orvosokat hívtak. A golyókat azonban csak steril, kórházi körülmények között lehetett volna eltávolítani, amiben Lenin nem egyezett bele. A merénylőt elfogták, aki azt vallotta, hogy egyéni akció volt. Ennek ellenére többen is vitatják bűnösségét, mivel Fanny este 11-kor lőtt rá Leninre úgy, hogy szinte teljesen vak volt. Valószínű, hogy ő csak magára vállalta a tettet, és azt valaki más követte el. Fannyt szeptember 3-án kivégezték. Az utolsó megkísérelt merénylet a politikus ellen 1919. szeptember 25-én történt Moszkvában, amikor is egy bombát dobtak az ülésező pártagok közé az ablakon keresztül. A bomba 12 embert megölt, 50-et megsebesített. Leninnek azonban egyetlen hajszála sem görbült, mivel elkésett. Az összeesküvőket természetesen kivégezték. Lenin fiatalon szeretett zenét hallgatni, operába kirándulni járni és sakkozni. Később azonban ezeket is feladta, mivel minden energiával a forradalom megszervezésén fáradozott. Lenin felesége nem főzött, el volt foglalva a férje által számára kiosztott leginkább adminisztratív feladatukkal. Saját szakácsuk volt, aki főzött rájuk. Lenin teljesen érdektelen volt a gasztronómiai örömök iránt, ha a szakácsa megkérdezte, melyik fogás ízlett neki jobban, nem tudta megmondani. Egyetlen szenvedélye volt, mégpedig a sör. A kedvenc márkája a szülőhelyén kapható zsiguli sör volt, de számézetése idején örömmel fogyasztotta a bajorsöröket egy kis pácolt pisztránggal. Sörfogyasztás tekintetében is visszafogottságot gyakorolt, sosem vitte túlzásba. Amennyire nem érdekelték az ételek, a kocsik annál inkább. Kedvence a Rolls-Royce Silver Ghost típusa volt. Mivel azonban az autó nem szokta a kemény orosz teleket, az első kerekekre hótalpat, az utolsók helyére pedig lánctalpakat szereltettek fel. Nem csak Lenin, hanem a párt jelentősebb képviselői is Rolls-Royce-szal jártak. Ez azért meglepő, hiszen a Rolls-Royce a kapitalizmus egyik mintaterméke, ami a szocializmus fő ellensége volt, és Lenin elvileg az ellen küzdött egész életében. Lenint élete nagy részében gyomorbaj kínzott, amit nem kezeltetett megfelelően. Halálában mégsem ez, hanem a Fanny Kaplantól kapott golyók játszottak fontos szerepet. Az egyik nyakába fúródott golyó okozhatta a sorozatos agyvérzéseit is. 1922-ben visszavonult az aktív politikai élettől, helyét Sztálinnak adta át. Lenin 1924. január 21-én halt meg agyvérzésben. Testét családja tiltakozása ellenére bebalzsamozták, és a vörös téren emelt fa, majd gránit mauzóleumba helyezték el, ahol ma is látható.
politikai végrendeletében Sztálin leváltását szerette volna, annak túl agresszív, kegyetlen és hatalomvágyó természete miatt. Akarata ellenére utódja mégiscsak Sztálin lett, aki Lenin körül egyedülálló személyi kultuszt alakított ki, azaz szobrokat állítatott neki, arcképe kötelezően nélkülözhetetlen volt mindenütt az országban, még a zászlókon is a kommunizmus dicső atya képe kellett, hogy legyen. Köszönjük a királyi adományokat Patreon támogatóinknak. Külön köszönjük a császári adományozónknak, Kertész Ádámnak a nagylelkű támogatást. Ha te is szeretnél, csatlakozhatsz hozzájuk, és támogathatod a cicákat és a csatornát. A linket megtalálod a leírásban. Ha tetszett a videó, lájkold, oszd meg barátaiddal, és kommentben írd meg, hogy mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Hogy le ne maradj a következő videókról, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Sziasztok!